Igen, pont arról beszélünk itt a stúdióból, hogy ez a kirándulásoknak, a felfedezéseknek a percei, mert hogy most Grönlandról Magyarországra, Magyarországról Budapestre ugrunk át egy kicsit a következő percekben. Picit könnyebb túrázás lesz a téma a következő percekben. Kezünkben tartunk egy nagyon jó füzetet. Bocsánat, Kaposi Dorka, galéria vezető a vendégünk. A Deák, ja tényleg mondtad volna? Nem, majd megerőztelek. A Deák 17 gyermek és ifjúsági művészeti galéria részéről, ő a galéria vezető. Jó reggelt, üdvözlöm. Jó reggelt. Igen, mert hogy, és akkor tiéd a szó, igen, mert hogy kiadtatok, elkészítettetek egy fantasztikusan jó, praktikus, fontos kis füzetecskét, ami Városi Zöld Füzete címe. Ebben egyébként egészen pontosan 9 darab helyszín található. Nem, az a számokat néztem, ez megzavart, hogy 55-nél fejeződik. Az az oldalszám, igen. Legközelebb majd, igen. Na, szóval a lényeg az, hogy hova érdemes ellátogatni, milyen zöld helyek vannak, és minden helynél fel vannak a látványosságon kívül tüntetve azok is, hogy a természet adta lehetőségek közül mire érdemes odafigyelni, mit fedez fel az ember, és lehetőséget biztosítanak arra is a füzet használóinak, hogy jegyzeteljenek. Vagy rajzokat meg vannak benne mindenfajta játékok, meséljenek erről a kiadványról picit, hogy miért jó ez, miért segíti a családoknak a túrázását, a természetjárását. Tehát Deák 17 gyermek és ifjúsági galériáról csak pár szót röviden, hogy ez egy közösségi tér, nem csak kiállításokat és hozzá kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkozásokat rendezünk, hanem családi matinék, programok mellett ilyen városvezető füzetet is ad ki a galéria. Ez egyébként már a második füzet, korábban 2 évvel ezelőtt Városi Titkos Füzet címmel is jelent meg egy kiadvány, és azt is a Budapest Városarculati Non-Profit Kft-vel közösen adtunk ki, mindkét intézményről kell tudni, hogy fővárosi fenntartású, és hogy előszeretettel szereti a fenntartó, hogyha Budapesttel foglalkozunk, Budapest értékeit közvetítjük családok, fiatalok felé. És ez a családi füzet arról szól, hogy nem csak felnőtteknek vannak benne érdekessége, kultúrtörténeti vonatkozások, hanem gyerekeknek is környezetvédelemmel, állatokkal, növényekkel kapcsolatos információk mellett, ahogy említettétek, feladatok is vannak. Tehát, hogy mutassunk meg egy-egy ilyen feladatot, Robi, most te nagyon szépen lehet oda nézni, igen, nem látják. Én mindjárt keresek például valami játékot, vagy keresem? Van például játékot, a barabás. Van benne játék, és én láttam az előbb. Igen, a végén van egy társas játék is. Mindjárt oda jutunk, ez is valami játék. Ez igen. Is valami játék. Igen, a végén van egy társas játék is. Igen, rutinosabb vagy a kiadvány felfedezésében, az biztos, mint mi. Lehet, hogy a kamera is, tehát ilyenekkel segítik, hogy a család minél jobban érezze magát, miközben felfedezi Budapest látványosságait, ugye? Ha jól igen, értem. És hogy környezetvédelmi témájú a füzetnek a tematikája, és a játékok is. Sőt, hogyha jól érzékeljük, akkor maga a papír is, ugye? Az újrahasznosított papírra készült, tehát valóban ez összességében egy olyan kiadvány, ami hűen tükrözi azt, hogy mi a fővárosnak a célja, tehát hogy felelősségteljes városlakókat neveljünk ki, és hogy ezt a fiatalsággal lehet leginkább. Na, de ezért mondjunk néhány pontot, helyet azért a füzetből, jó? Uh-huh. Mert ugye el lehet látogatni, iránymutatást kapnak a füzet forgatója Barabás villáról, ugye a 12. kerületben. Ugye, aki a Barabás villát ismeri, és nem járta még körbe, az tényleg azt gondolja, fehér, hogy ez egy ceremónia hely. Ez eszébe. Hát de micsoda gyönyörű kert van mögötte. Az épp, hát ez egy élmény, Judit. Köszönöm, aztán, hogy elmondtad ezt nekem. És igen, hogy a Jókai kert. Jókai kert, tehát, hogy próbáltuk így a füzet szerkesztése során olyan kevésbé ismert helyszíneket bemutatni, amit nem nagyon ismerünk, jó
természetesen helyet kapott a Margit-sziget, vagy az Erte fűvészkert is, de ahogy említetted, a Barabás Vilán kívül például a budai Sashegyi látogatói központról szerintem kevesen hallottak, vagy kevesen látogattak el, ugyanez vonatkozik a Jókai kertre is, és hogy kiemelném, hogy ezek a helyszínek mind ingyenesen látogathatók. Igen. Tehát, hogy nem kell belépő díjat fizetni, egy délután során, vagy egy kirándulás során a családok el tudnak oda jutni, fel tudják együtt fedezni az ott látható értékeket. Utolsó fontos kérdés még. Hol lehet hozzájutni ezekhez a füzetekhez? A füzet egyébként online formában is elérhető, tehát hogyha valaki mondjuk nem tudna esetleg eljönni a Deák 17 galériában, ami az 5. kerületben a Deák Ferenc utcában található, ez egyébként a Deák Csak teret, nem a 17-es szám alatt. De a 17-es szám alatt, igen, a névválasztás ez jól mutatja. Ez egyébként a Deák teret és a Vörösmarty teret összekötő sétáló utca. Nem vagy mondom, oda elsétál ismertem, valaki, igen. Vagy a netről is letöltheti, egy net címe, vagy egy címet mondjon nekem. A galéria honlapján letölthető, és hogyha eljönnek a galériába, akkor ingyenesen elvihetik, ez fontos még hozzátenni. És a nagyobb igények esetén szeretnénk kérni egy előzetes bejelentkezést. Voltak már iskolák, 300 darab igényléssel, azért annyit nem tudunk adni. Na, akkor osztályit... reméljük, hogy felkeltettük az érdeklődést, hatalmas igénylések lesznek. Igen. Minden családnak azt hiszem, hogy jó kirándulást, meg jó játékot ez a füzet. Nagyon jó kis füzet. Jó idő is lesz ez a napon következő. Abszolút, köszönjük. Köszönjük. Én köszönöm a lehetőséget.